Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. És már is folytatjuk az adásunkat, méghozzá egy kerekasztal beszélgetéssel, vagy vitával, hogy melyik lesz az majd elválik. Csuha Ildikó az ATV főmunkatársa és Deák Dániel a 21. század intézet vezető elemzője vannak a vonalban. Arról fogunk beszélgetni, hogy most akkor a kormány jól kezeli a mostani járványügyi helyzetet, az oltást kérdést és egyebeket, vagy nem. Csuha Ildikó és Deák Dániel vannak tehát a vonalban. Szervusztok, köszöntelek benneteket itt a műsorban. Szervusztok, köszöntök mindenkit. Akkor, a hallgatókat is. Ha megnézem a Facebookon az üzenőfalamat, vagy a hírfolyamomat, akkor olyan, mintha két párhuzamos világban élnék. Az ellenzék azt mondja, hogy a kormánynak az oltási programja összeomlott, csődöt jelentett, borzalmas. A kormányzati média pedig folyamatos sikerekről számol be, hogy Magyarországon a második legjobban állunk átoltottságban, illetve hogy minden rendben van. Most akkor ti hogy látjátok? Meg tud birkózni a kormány az oltási feladatokkal, vagy nem tud? És akkor Ildikó, téged kérdeznélek először. Köszönöm szépen. Ugye a miniszterelnök úr és a kormány folyamatosan elmondja, hogy ez az oltási terv, az oltásnak az ügye, maga az oltakozás, az nem politika, és ne legyen átpolitizálva. Az ellenzék is azt mondja, hogy de hát ő nem politizálja át, de nagyon úgy tűnik, hogy mégiscsak a politikai térből nem lehet ezt a kérdést, vagy ezt az ügyet kiszakítani. Elég, ha a mai Die Weltnek a címét idézzük, ez ugye azt mondja, hogy Magyarország Európa bajnok lett oltásban. Tehát, ha elfogadjuk azt a tézist, hogy egyetlen ellenszerünk van a vírussal szemben, azon kívül, hogy a járványügyi védekezésnek a szabályait nagyon szigorúan betartjuk, és mindenki megtesz mindent a saját személyes felelősségi körében, akkor a vakcina az egyetlen, amiben bízhatunk, és ami hat. És ha a kormánynak pedig azt a tézisét fogadjuk el, amit nagyon-nagyon nehéz lenne megkérdőjelezni, hogy az idővel küzdünk, és minél gyorsabban, minél több vakcinát szerzünk be, és minél több embert oltunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban legyőzzük a vírust, és minél előbb nyithatunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a kormány ebben az ügyben sikeres. Akkor is sikeres, hogyha az ellenzék, és legfőképpen az MSZP és Újhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő rendre elmondja, hogy a Modernából a magyar kormány nem vívott le eleget. És ugye most a szerződések kapcsán is, hogy mennyit hívtunk le, mennyit rendeltünk, kikötötte a keret szerződést, megy az adok-kapok a mai kormányinfó kapcsán is, mert ugye ez a beszélgetés, ez csütörtöki beszélgetés, most vettük föl. Tehát igazából a számokat mutatják, hogy Európában a második helyen állunk a beoltottságban, most már jóval 1 millió fölött vagyunk, és ezzel a második helyet foglaljuk el. Dani, te hogy látod? Igen, most az, hogy politikai kérdéssé vált ez is, az önmagában nem meglepő. Az elmúlt egy évre visszagondolunk, politikai kérdés volt az, hogy most mennyit tesztelnek, hogyan tesztelnek, van-e tömeges teszt, nincsen tömeges teszt. Az is politikai kérdés volt, hogy a kormány szigorít-e, miért tartja fönt ugye a szigorításokat, ha éppen valamilyen korlátozás érvényben volt. Tehát gyakorlatilag az összes járványügyi intézkedés az ellenzéki térféről politikai támadás tárgyát képezte, így nem meglepő az, hogy most a vakcina beszerzés kapcsán is ugyanennek vagyunk a szemtanúi. Azonban ilyenkor mindig a nagy képet kell megnézni, és azt, hogy az idő mennyire igazolja ugye ezeket az állításokat. Még januárban is gyakorlatilag az összes ellenzéki párt azt mondta, hogy nem szabad kínai és orosz oltanyagot beszerezni, kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltanyagokra lehet és szabad támaszkodni. Csak ugye jön a valóság ilyenkor, látjuk a tényeket. Mostani prognózisok alapján, ha csak a nyugati vakcinákra támaszkodnánk, akkor még őszre sem lehetne beoltani a lakosságnak a szükséges arányát. Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag az idei év
teljes egészét korlátozások között kéne élnünk. Ezért is döntött úgy egyébként a magyar kormány az ilyen típusú kritikák ellenére, hogy máshonnan is beszerez oltóanyagot. Orbán Viktor például most is Izraelben van, nagy valószínűséggel a szlovák és cseh kollégájával közösen Izraellel is megállapodnak valamilyen vakcina beszerzésről, és hát azt hozzá kell tenni, hogy Ildikó is mondta, Magyarországon ennek a különutas vakcina beszerzésnek köszönhetően már közel 12%-os a beoltottsági arány, míg az Európai Uniós átlag még 7, tehát 7-es százalék alatt van. Tehát látszik a különbség, hogy a februári kínai és orosz oltóanyag megérkezésnek köszönhetően egyik hétről a másikra nagyon lehagytuk az uniós átlagot. Ez egyértelműen egy eredmény, egy pozitív eredmény. Értelemszerűen az ellenzéki pártok próbálják ezt a kormányzati sikerkommunikációt a saját oldaluk számára egy negatív irányba fordítani, tehát azt mondani, hogy ez nem igaz, ez csak egy sikerpropaganda, a valóság teljesen más. Emlékezetes, hogy például tegnap is Karácsony Gergely, ugye Budapest főpolgármestere, például a Politico cikkére hivatkozva azt írta, hogy a kormány nem használja föl a Magyarországon itt lévő oltóanyagokat, miközben egyébként nagyon helyesen a baloldalhoz sorolt újságírók is mondták, hogy ezek az adatok, amiket például a Politico közölt, azok már régi adatok, a valós adat az teljesen más, és azt mutatják, hogy gyorsan felhasználja Magyarország azokat az oltóanyagokat, amelyek rendelkezésre állnak. Tehát értelemszerűen ezek a politikai viták tovább fognak folytatódni, de a tényadatok, illetve a valóság az általában az a tapasztalat, hogy felülírja az ellenzéki kommunikációt, és mindig korrigálnak a korábbi álláspontjukhoz képest. Például a DK-n kívül már a kínai és orosz oltóanyagokat sem támadják annyira, mint korábban. Nyilvánvalóan ebben az ügyben talán még fontosabb a profi kommunikáció, hiszen az emberek így tudnak bizalommal fordulni, vagy éppen nem bizalommal fordulni az oltás kérdéshez. Azt azért lehetett érzékelni az elmúlt hetekben, hogy itt-ott, minthogyha lettek volna olyan pontok, amikor a kormány kommunikációjában is hiba csúszott. Ott volt ugye például a hétvégi AstraZeneca-s sztori, amikor küldtek SMS-t, hogy oltanak, aztán kiderült, hogy mégsem, de összességében ti hogy értékelitek, mennyire kommunikál jól, vagy éppen rosszul a kormány vakcina és oltás kérdésben? Ildikó? Én azt mondanám, hogy következetes a kormány kommunikációja. Tehát, amiről már az előbb is beszéltünk, és ebben Danival abszolút egyetértek, hogy egyetlen kérdés a legfontosabb, hogy minél több vakcinát szerezzünk be, ezek természetesen legyenek hatékonyak és biztonságosak és engedélyezettek, de legyen minél több vakcina, és minél gyorsabban, minél több olyan embert oltsanak be, akik kockázati csoporthoz tartoznak, meg egyáltalán aztán mindenki. Tehát a kormány kommunikációja következetes. Nem mondom azt, hogy amikor nincsenek kisiklások, nincsenek göröngyök, valóban, ha az oltási tervet nézzük, akkor annak egy egyenes íve kellene, hogy legyen, és a meghatározott menetrend szerint kellene, hogy ezek az oltások történjenek. De mivel azt gondolom, hogy ez viszont felmentés a kormány számára, vagy enyhítő körülmény, hogy kiszámíthatatlan, hogy hány mutáns verzió érkezik Magyarországra, mi az R-szám, vagyis milyen mennyiségben, vagy mennyi embernek tud egy ember átadni fertőzést, tehát milyen a sokszorozódás ennek a vírusnak, a fertőzöttségnek ez a kulcsszáma. Tehát vannak kiszámíthatatlan tényezők, amiket lehet modellezni, meg a tapasztalatból lehet következtetni, de nem biztos, hogy az úgy lesz, de vannak ki nem kényszerített hibák is. Ugye ez a sportban megszokott ez a kifejezés, de itt is voltak, és vannak malőrök. És Tamás mondtál egy kulcsszót, a bizalom, igen. Tehát az, ami a hétvégén történt, hogy szinkronizációs informatikai hiba, vagy valami hasonló volt az egészségügyi adatok meg SMS-ek kiküldésénél, igen, ez olyan
kérdés volt, vagy olyan hiba, amit igen, az ellenzék leütötte ezt a labdát, azt tegyük hozzá, hogy 74 ezer AstraZeneca-t szerettek volna ugye beadni az oltópontokon, ebből 11 néhány ezret sikerült, és akik oda mentek, azok megkapták, de ez akkor is zavart okozott. És ilyenkor valószínűleg ez a legkevésbé kívánatos, ez a zavar. Vagy például, aki a mai kormányinfót nézte, Gulyás Gergely kancellária miniszter azt jelentette be, hogy húsvétig, azaz ugye most április 4-ére esik, minden 60 év fölöttig beoltanak. Korábban az emlékezetünk szerint ugye arról volt szó, hogy minden regisztráltat sikerül majd beoltani, vagy adott esetben egy később időpontban mindenkit, aki szeretne oltást kapni. Tehát ez is egy ilyen szűkített adat, vagy kitétel volt már, ami egy picit elbizonytalanít. Tehát, és a mai kormányinfón az igaz, amit a Dani mondott, hogy a DK valóban, ők ugye a leghatározottabban visszautasztják, hogy oltásellenesek lennének. Tegnap nem tudom, hogy láttátok-e az IRTV egyik műsorát, a plusz minusz, ott Mesterházi Attila nagyon durván kikelt Mennyfert Tamás külügyi államtitkár ellen, amikor oltás ellenséggel vádolta az ellenzéket, azt mondta, hogy vidéken egy kocsmában ilyenkor már pofán vágnák a másikat, vagy valami nagyon durva megjegyzést tett. Tehát nagyon határozottan visszautasítják az oltás ellenséget, viszont a DK kitart amellett, hogy az uniós ügynökség által az EMA által engedélyezett vakcinával oltassák be magukat az emberek. Gyurcsány Ferenc egy órával ezelőtt posztolt a Facebookon, ott még mindig azt írja, hogy arra kérek mindenkit, hogy az EU által jóvá hagyott vakcinákkal oltasson, ugye ezt a Johnson & Johnson kapcsán írja, tehát még mindig elutasítják ezek szerint a kínai és az orosz vakcinát. Igen, és bocsánat, és nem szeretném végigbeszélni a műsor, csak mind annyi, hogy és a ma délelőtti kormányinfón pont az ilyen jelzések kapcsán, amit a Gyurcsány Ferenc is elevett, illetve a demokratikus koalíciónak a politikusai, mondta azt Gulyás Gergely, hogy akik Gyurcsány Ferenc miatt nem oltatják be magukat, azok emiatt meg is halhatnak. Tehát igen, akik nem oltatják be magukat, azok valóban meghalhatnak, és a bizalom alá feszennel szörnyű dolog nincsen, De azért az a kínai dokumentáció az nem volt teljes, akkor sem, ha bízunk a magyar szakemberek értelmében, akik engedélyezték végül is ezt a vakcinát is. Dani? Igen, nos, én is ezt látom, hogy egyre inkább azért most már a baloldali politikusoknak a többsége kikéri magának azt, hogy oltás ellenes legyen. Emlékszünk, Kunhalmi Ágnes is pont az ATV-ben beszélt arról, hogy ő is beadja most már magának a kínai oltóanyagot. Tehát én arra számítok, hogy a baloldalnak a többsége már ezt a keleti oltóanyagokkal szemben folytatott kampányt abba hagyja, mert egyébként látjuk a felmérésekben, hogy az oltás pártiaknak a tábora az folyamatosan növekszik, és egyébként a kínai és orosz oltóanyagnak az elfogadottsága is egyre inkább nő, tehát még korábban ezek egy elutasított vakcinák voltak, most már a társadalom széles rétegei azt mondják, hogy az orosz és kínai vakcinával is beoltatják magukat. Az én háziorvosomat is megkérdeztem ezzel kapcsolatosan, ő is azt mondta, hogy pár hete sokan visszautasították például a kínai oltóanyagot, most már alig találkozik olyannal, aki ezt tenné. Tehát érződik, hogy valószínűleg az ellenzéki szavazók is egy álláspont változáson mennek keresztül, így a politikusoknak is reagálnia kell erre a változásra. Természetesen azt hozzá kell tenni, hogy Európában, a világon minden kormány gyakorlatilag most először szembesül ilyen típusú kihívásokkal, először kell ilyen gyorsan, ilyen sok mennyiségű, nagy mennyiségű embert beoltani valamilyen oltóanyaggal. Ez egy nagyon komoly logisztikai kihívás és feladat, amellett, hogy egyébként itt van a harmadik hullám is, tehát az egészségügy teljes mértékben le van terhelve, és ilyen rossz körülmények között kell megoldani azt, hogy több millió ember rövid időn belül megkapja legalább az első vakcinát. Tehát például a múlt heti probléma, ami ugye zavart okozott az AstraZeneca oltóanyaggal kapcsolatosan, az ennek tudható be,
kezdeti nehézség, először próbálják ki ezt a rendszert, először szervezik ezt meg. Szerintem az a nemzeti érdek, és mindenki azt akarja, hogy az ilyen típusú hibák a jövőben megszűnjenek. Valószínűleg az első ilyen próbálkozásnál becsúszott egy komoly informatikai probléma. Most a héten, ugye kimentek már az SMS-ek, és megkezdődik ugyanez az oltási fázis, már nem tapasztalható ilyen típusú probléma, tehát orvosolták ezt a problémát, és az a várakozás, hogy ezekben a hetekben is több százezer ember meg fogja kapni az oltóanyagot, tehát valószínűleg ezek a kezdeti nehézségek el fognak múlni. Az oltás kérdés mellett talán érdekes téma lehet a kormánynak a gazdasági válságkezelése is, ugye azért tudjuk azt, hogy vannak, akik nehéz helyzetbe kerültek a járvány miatt. Hogy látjátok, mennyire kezeli jól a kormány gazdasági szempontból a problémákat? Nagyon sokan mondják azt, hogy bezzeg más országokban sokkal magasabb támogatást adnak, meg ott gördülékenyebben mennek ezek a gazdasági támogatások. Szóval hogy látjátok ezt a kérdést? Ildikó? Ezt nem csak sokan mondják, hanem ezek tények valóban így is vannak. Arról korábban beszéltünk, hogy Ausztriában például az önkormányzatokat, ugye ez az, ami a leginkább a demarkációs vonal két oldalán állnak itt a felek, és nem is igazán jutnak közelebb egymáshoz kommunikációs szinten sem. Tehát, hogy itt az önkormányzatokat fenyargatják, legfőképp a főváros, ahelyett, hogy támogatnák, megszarcolják, elvonnak forrásokat, ugye itt az iparűzési adó körül voltak nagyon nagy turbulenciák. Tehát itt Magyarországon, én most nagyon őszinte leszek, én nem követtem az osztrák, a német, meg a brit ellenzéki kommunikációt, hogy ott mit gondolnak a saját kormányuknak a gazdasági válságkezeléséről. Itt ugye ezek a parlamentben is, és napi szinten is nagyon-nagyon gyakran elhangzanak, senkit nem hagyunk az útszélén, mondja Orbán Viktor miniszterelnök meg a kormány részéről. Gulyás Gergely ma bejelentette, hogy csak bértámogatásra azoknak a szolgáltatásoknak, akiknek be kellett zárniok, vagy éttermeknek, stb. 50 milliárdos keretben bértámogatást megbiztosított a kormány, tehát hogy valóban utalnak is. De ha összehasonlítjuk ezt az osztrák, a francia és más támogatásokkal, akkor azt látjuk, hogy igen, ez kevesebb, és aki munkanélküli, és ezt az ellenzék rendszeresen elmondja, annak ne 3 hónapig járjon a járadék, hanem esetleg tovább. Aki otthon maradásra kényszerült a gyerekével, akkor annak esetleg pótolják szintén a bérét annak a szülőnek. Tehát rengeteg olyan kérdés van, ami felvethető a kormánynak a gazdasági válság kezelésével kapcsolatban, az, hogy ez mekkora elégedetlenséget szűzhet a járványnak a végére, hogy kik lesznek azok a fesztivál rendezvényszervező irodák, akiknek le kellett húzniok a redényt, azoknak az éttermeknek, akik már nem csak átmenetileg fordítják meg a táblát, hogy zárva vannak, hanem nem fognak tudni a 10 milliós hitel segítségével sem, amit a kormány ugye biztosít, a miniszterelnök a gazdasági érmúton jelentette ezt be, talpra állni. Tehát azt gondolom, hogy nem is most látjuk igazán, hogy milyen a hatása a kormány gazdasági újraindítási akciótervének, hanem 1-2 hónap múlva vagy nyáron. Dani? Igen, nos, több típusú válságkezelés van gazdasági szempontból Európa szerte. Vannak olyan országok, amelyek a szociális kiadásokra nagyobb hangsúlyt fektetnek, és vannak olyan országok, akik viszont a gazdasági szereplőknek juttatott pénzösszegek kapcsán fektetnek sokkal többet, mint más országok. Hollandiában például tipikusan azt a típusú gazdasági válságkezelést láthatjuk, mint Magyarországon. Ott is a szociális juttatások mértéke jóval alacsonyabb, mint amennyit egyébként az állam például a gazdasági szereplőknek juttat. Ugye Magyarország is ezt a stratégiát választja, de például Spanyolország azt az eljárást választotta, hogy ott inkább a szociális kiadásokat növelik. Ennek egyébként az volt a hatása, hogy Spanyolországban közel 20%-os a munkanélküliség, és lehet, hogy rövid távon vagy középtávon tudják mondjuk kezelni
az indulatokat, a gazdasági visszaesés miatt keletkezett társadalmi indulatokat, tehát sokkal nehezebb egy 20%-os munkanélküliség mellett újraindítani a gazdaságot majd, miután vége lesz a koronavírus járványnak. Magyarországon szerencsére azt tapasztaljuk, hogy a munkanélküliség az nem szabadult el, bizonyos szektorokban értelemszerűen jóval magasabb a munkanélküliség, mint a gazdaság más ágazataiban, de az tapasztalható, jó magam is, a baráti körömben is több turizmusban, korábban a turizmusban dolgozó ember vesztette el a munkáját, és ott is azt tapasztaljuk, hogy 3 hónapon belül a legtöbbjük, a többség, az talál más szektorokban munkát, tehát annak köszönhetően, hogy a gazdasági szereplőket támogatta a kormány, jelen pillanatban a munkanélküliség nem szabadult el. Természetesen, hogyha például a mostani szigorú korlátozások hatására, ami akár májusig is kitarthat, változásában tömeges lesz a munkanélküliség, akkor erre utalt egyébként korábban Orbán Viktor miniszterelnök is, akkor felül kell gondolni a szociális kiadásait a kormánynak, és elképzelhető, hogy a például az előbb említett munkanélküliek támogatását, azt kitolják majd a 3 hónapról, de ezt csak akkor kell megtenni, hogyha a helyzet, a munkaerőpiaci helyzet így alakul, így változik. Jelen pillanatban egyébként ezt a gazdasági adatok is visszaigazolják, bejött a kormánynak ez a típusú gazdaságpolitikai filozófiája. Utalnék itt arra, hogy például a tavalyi év utolsó negyedévében már növekedésnek indult az előző negyedévhez képest a gazdaságnak a növekedése. Tehát ez azt mutatja, hogy egyébként egy korlátozásokkal teli időszakban is már magára talált a magyar gazdaság, és a mostani idei várakozás is az volt, hogy egy ilyen 4-5% körüli gazdasági növekedés lesz Magyarországon. Értelemszerűen a most meghozott korlátozások ezeket a várakozásokat csökkentik, de azért még mindig növekedés várható 2021-ben, és hogyha az oltási programnak köszönhetően, ennek a felgyorsított tempónak köszönhetően mondjuk május környékére fel lehet oldani a korlátozásokat, valamelyest beindulhat újra a gazdaság, akkor egyébként ezek a szociális gazdasági nehézségek is sokkal könnyebben lesznek orvosolhatóak, mintha mondjuk elhúzódik ez a válság, de ez még egyszer mondom attól függ, hogy mennyire sikerül felgyorsítani az oltási programot. Jelen pillanatban bizakodásra ad az okot, hogy egyébként látjuk, hogy 100 000-esével lehet most már hetente beoltani embereket. A közben nem... Csak annyit tegyek még hozzá, Tamás, ha megengeded, hogy a foglalkoztatás meg munkanélküliségi adatok, ugye korábban azt hallottuk a parlamentben is a kormány részéről, hogy körülbelül ugyanannyian dolgoznak, mint 1 évvel azelőtt. Legújabban ugyanakkor a miniszterelnök úr is utalt arra, hogy van egy ilyen 50-55 ezres szám, hogy ennyien kevesebben dolgoznak, mint korábban. Tehát most már valóban a kormánytól mindenki el fogja várni azt az ígéretet, hogy ugyanannyian dolgozzanak a vírus legyőzése után is, mint vagy legalább ugyanannyian, de vagy többen, ez a kívánatos, hogy többen, de azért most már ahhoz képest, hogy itt nem csökkent a dolgozók, illetve a munkában lévőkhoz a száma, a foglalkoztatottak száma, most már megjelent ez az 50 ezres adat is, ami nem azt mondom, hogy drámai, de annak, akinek éppen nincs munkája, annak abszolút drámai. Az pedig, hogy az oltások beadását, az átoltottságot hogy lehet felgyorsítani, most ma pont az derült ki, hogy a korábban mondott határidőhöz képest kevesebbeket fognak beoltani. Tehát nem a napi vagy a heti szinten, hanem húsvétra most ugye azt ígérik, hogy a 60 fölöttiek lesznek abszolút beoltva. Igen. Egy kicsit elkanyarodva oltás és járvány témától, de szorosan összefügg, hogy a közvéleménykutatások azért azt mutatják, hogy folyamatosan nő az ellenzéknek az előnye. Időnként azt is mutatják, hogy a Fidesznek meg csökken a népszerűsége. Hogy látjátok, ez mennyire függ össze a járványkezeléssel, és mennyire fordítható ez még vissza a Fidesznek a javára? Ildikó? Azt gondolom, hogy a járványkezeléssel nyilván összefügg, de azzal talán még jobban összefügg
ami decemberben történt, illetve azóta, hogy az ellenzéki pártok igenis megegyeztek arról, hogy ők egy nagy koalícióban fogják megérettetni magukat 22-ben, és igen, azon kívül, hogy a kormány gyakorlatilag valamennyi lépését bírálja az ellenzék, a járvány kezelésé, a védekezés, a gazdaság újraindításának a szempontjából valójában vált, meg küzdenek. Tehát próbálják nyilván azt a szereposztát, amit a parlamentben megfigyelhetünk, hogy jó rendőr, rossz rendőr, ugye Gyurcsány Ferenc, illetve Jakab Péter, tehát a hangszerelés más, de az üzenet az ugyanaz. Vannak kilengések, a melegházasságok, a LMBTQ terén, ahol vagy az örökbefogadás, melegtárok örökbefogadása terén, ugye itt a Jobbik tett egy nyilatkozatot, időnként versenyeztek abban, hogy most ki mondta hamarabb, hogy újra kell nyitni a teraszokat és az éttermeket, de valójában az ellenzéki vektorok iránya abszolút találkozik, sőt, teljesen egységesültek, és ez az, ami valóban veszélyes a kormánypártok népszerűségére és a kormánypártokra. Deák Dániel? Nos, látjuk azt, hogy a koronavírus járvány hatására valamelyest a kormánypártoknak a támogatottsága csökkent, és egy picit minimálisan nőtt az olló az ellenzék és a Fidesz között. Én szerintem ebben majd érdemi változás akkor lehet, hogyha mondjuk május környékére a lakosság azt látja, hogy a kormánynak a vakcina beszerzésének, a sikerességének köszönhetően Európában az elsők között lehet ége a korlátozásoknak, és újraindulhat a magyar gazdaság. Tehát egy ilyen forgatókönyv, és hogyha ezt a kormány jól tudja kommunikálni, akkor az visszahozhatja a korábbi 50% körüli szintre a Fidesz-KDNP-nek a támogatottságát. Egy évvel vagyunk, kicsit bő, több mint egy évvel vagyunk ugye a parlamenti választások előtt. December környékére kéne a Fidesznek visszatornáznia a népszerűségét egy ilyen 50% vagy 50 fölötti, egy picivel 50% feletti szintre a támogatottságát ahhoz, hogy magabiztosan tudjon nekifutni a várhatóan tavasszal április környékén tartandó parlamenti választásnak. Ez még sok idő, sok lehetőség van, de természetesen az ellenzék minden fronton támadni fogja majd a kormánynak az intézkedéseit, és egyébként láthatjuk azt is, hogy a baloldali pártok egymással is versengenek, tehát hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb nyilatkozatokat láthatunk, főként a Momentum, a Jobbik és a DK részéről. Ez annak tudható be, hogy a baloldali előválasztás most már javában zajlik, mindegyik párt a saját jelöltjének jobbnál jobb százalékokat akar elérni, és azt is tegyük hozzá, hogy a közös baloldali listán a helyeket a pártok között az éppen aktuális közvéleménykutatási adatok alapján fogják majd szétosztani, és itt most arról van szó a baloldali pártok körében elsősorban, hogy a pártokhoz szorosan kötődő, legelkötelezettebb pár százezres baloldali tábort szólítsák meg, mozgósítsák és állítsák a saját pártjuk mögé, hiszen ez létkérdés nagyon sok pártnak, hogy mennyi helyet fog kapni majd a közös listán. Ebben egyébként lemaradásban van az LMP és az MSZP, mely pártok a DK, Momentum és Jobbik hangos kampányai között gyakorlatilag eltűnt, észrevehetetlen, nincsenek már karizmatikus politikusaik, tehát ez a két párt a jelek szerint ebben a versenyben hát vesztésre áll. És az előválasztáshoz van még lehet annyit hozzáfűzni, amit Daniel mondott, hogy igen, itt látszik a verseny, itt kócosabbak a vonalak, nyilván mindenki túl akar tenni a másikon, a nagyot mondásban lényegében az elszámoltatásnál, és hogy itt aztán egy korszakváltás lesz, és ennek a jegyében kell tervezni a programot, és minden megnyilatkozását most már az ellenzék, ennek fényében teszi, vagy az ellenzéki politikusok. Viszont
ugye kimondtad a kulcsmondatot is, hogy ők a saját közönségüknek játszanak, hiszen az a cél, hogy a kemény magot és a legelkötelezettebbeket, akik akár még érzelmileg is kötődnek az ellenzékhez, nem program szinten, hogy azokat mozgósítsák, és úgymond bent tartsák abba a körbe, amelyik már biztos, hogy nem morzsolódik le. Tehát ez legyen a stabil, kemény mag. És az előválasztás, az a önkormányzati választásokon, a főpolgármester választás előtt láttuk, hogy ez nem feltétlenül csak negatív felhangokkal járhat a verseny miatt, és mert le akarjuk győzni a másikat, hanem ez a reklám is, ez a közbeszédben, a hírfolyamokban, napirenden tartása ezeknek az ellenzéki szereplők által elmondott programoknak, és nyilván ami a legfontosabb az ő számukra most a kormány bírálatának és kritikájának, még pedig kegyetlenül és naponta ösztűszerűen. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez az előválasztási folyamat ez taszítana vagy vinne el ellenzéki szavazókat az ellenzéki pártoktól, annak ellenére sem, hogy itt versenyezni fognak egymással. Ezzel egy picit vitatkoznék, pont ma publikáltunk egy elemzést, amelyben kitérek arra is, hogy ugye azzal, hogy egy ilyen nagyotmondási verseny zajlik gyakorlatilag a baloldali pártok között, utalok itt például arra, hogy Fekete Győr András még az 56-ot követő kommunista megtorlásokra emlékeztető retorikával beszél a jobboldaliaknak az elszámoltatásáról, ugye Jakab Péter hétköznapi kisember szerepében tetszredik közben például olyanokat állít, hogy Orbán Viktor titkos slagutat épített magának a Puskás Aréna alatt, és ez a retorika... Mert Szummer Jánosra gondolom. Hát de ugye a Jakab Péterrel közösen tartott sajtótájékoztatót, és Jakab Péter ugye a Jobbiknak a megjelenítője, tehát a saját arcával vállalta ezt az állítást. Most ezek az üzenetek az én álláspontom szerint a bizonytalan és a pártokhoz kevésbé kötődő választókat elbizonytalaníthatja, hiszen ez már annyira demagóg és annyira erőltetett kommunikáció, ami egy mérsékelt választó számára kevésbé jön be. Utalnék itt arra, hogy egyébként már a liberális holdudvarban is egyre több olyan vélemény jelenik meg, hogy például a Momentumnak és különösképpen Fekete Győr Andrásnak egyes megnyilvánulásai rendkívül demagógak és hát taszítóak például ebben a táborban is. A 444.hu-n például a napokban jelent meg egy írás arról, hogy a Momentum által felcsúti perként emlegetett korrupció ellenes harc az ő a szerző álláspontja szerint egy tét nélküli bohockodás gyakorlatilag, tehát látszik azért, hogy a liberális baloldali közegben már sokaknak szemet szúrt az, hogy ez a nagyotmondási verseny milyen mértéket vett egyes pártok részéről, és az én álláspontom szerint az ilyen típusú megnyilvánulás, például a Momentum, de utalok itt a Jakab Péter egyes megszólalására is, arra jó, hogy a baloldali magszavazókon belül mondjuk erősítik a saját pozíciójukat más baloldali pártok rovására, de arra viszont már rossz, és akár taszító is lehet bizonyos választói csoportokban, hogy a bizonytalanokat vagy a pártokhoz kevésbé kötődő, de ellenzéki attitűddel rendelkező szavazókat mozgósítsák vagy megszólítsák, őket inkább taszítja az ilyen erősen demagó kommunikáció. Akkor viszont mégsem vitatkoztál velem, mert ugye én pont arról beszéltem, hogy most ebben a szakaszában még az előválasztás előtti, vagy pre-ilyen előválasztásos folyamatban itt én arról beszéltem, hogy a legelkötelezettebb ellenzéki szavazóknak beszélnek, vagy játszanak úgymond, tehát a kemény magnak. Pontosan ezzel teljes mértékben egyetértek, csak a kérdés az az, hogy egyébként a 22-es választásra ez milyen hatással lesz, hiszen ott nem csak a kemény magot kell megszólítani és mozgósítani, ott több százezres plusz szavazói tömböt is meg kell tudni szólítani és mozgósítani. Csak ennek a plusz szavazói tömbnek nem az a pont a mozgósító erő, hogy az ellenzék összefogott, hiszen a bizonytalanok eddig lehet, hogy azért nem mentek el szavazni, vagy azt lehetett látni, mert úgy látták, hogy megosztott az ellenzék. De éppen erről beszéltem a legelején, hogy ennek a szimbolikája most vált válvetve, és akkor is, ha vannak
elvi jellegű vagy ideológiai jellegű különbségek, ezt félretették, és úgymond egységesültek, és oly mértékben, hogy ugye a napokban láttuk, Budai Gyula Fideszes képviselő volt elszámhújtatási miniszteri biztos vagy kormánybiztos, ezt naponta posztolja, videókat tesz ki róla, hogy például pont ebben az előválasztási folyamatban már megjelentek azok a hírek, hogy Szombathelyen a BKK Szentvédi Csabát fogja indítani, a jobb pedig a Szerencsi körzetben, ahol győzni tudott Kont Zsófia ősszel, újra Bíró Lászlót, akiről ugye számtalanszor leírták, hogy antiszemita, rasszista megjegyzéseket, tehát ő utóbb éppen az aktív évszakban elnézést kért ezért, de azért maradt a meggyőződése sokaknak, hogy azokat a posztokat ő nem hirtelen felindulásból, elkeseredettségből, depresszió miatt posztolta. Különösen, hogy meg a Jobbik elnökének az autós koccanásánál vagy baleseténél. Tehát, hogy a mellette ülő sofőri, aki állítólag a Jobbik frakciónak is a szakértője, ő ugye ilyen teljes mértékben elfogadhatatlan és minden emberi méltóságot sértő jeleket mutatott Auschwitzban, mert mint egy fotót posztolt korábban. Tehát, és valamiért sem Gyurcsány Ferenc nem tiltakozik, vagy nem hallottuk a DK részéről, hogy már a felvetést is elutasítják, hogy majd 22-ben Bíró László legyen esetleg az, aki ott a körzet fideszes képviselőjének, vagy a Kont Zsófiának a kihívója lesz, illetve hogy Szombathelyen megszegédi Csabát indítsa a DK. Tehát, hogy nyilván van egy olyan kompromisszum, egy olyan hallgatólagos megállapodás, hogy ebben az előválasztásos folyamatban a pártok ilyen elvi ideológiai jellegű a verziójuk miatt nem fogják támadni a másik pártot. Tehát ez egy másfajta verseny lesz. Én annyit hozzátennék, hogy... viszont őket erősíti. Tehát annyit hozzátennék, hogy egyébként az egység felmutatása a baloldal részről azért kicsit nehézkesnek tűnik, utalt Ildikó és az LMBTQ jogok kapcsán a szóváltása a pártvezetők között, tehát a héten bomlott fel Szekszárdon és az ellenzéki együttműködés, Pécset, Egerben, Ferencvárosban, és lehet nem is sorolni, nagyon sok település van, ahol csődött mondott ez a típusú együttműködés, és most ugye az a szerencséje a baloldalnak, hogy a rendkívüli jogrend miatt ugye a polgármesterek egy személyben tudnak döntést hozni, de amint ennek a rendkívüli jogrendnek vége, akkor nagyon sok ellenzéki polgármester akár meg is bukhat még a 2022-es parlamenti választás előtt, mert egyszerűen elfogyott a többség a képviselőtestületben mögöttük, amiatt, mert ezek a baloldali politikusok nem tudtak együttműködni. Tehát nagyon sok kérdés lesz még, és nagy kérdés szerintem az, hogy ezt a kormányzás képességet fel tudják-e mutatni az elkövetkezendő egy évben a baloldali pártok. Rengeteg nemzetközi példát lehet látni arra, hogy a 6 pártnál kevesebb pártból álló koalíciók is billegnek, megbuknak, felbomlanak. Utalnék a szomszédos Szlovákiára, ott is hajszálon múlik az, hogy heteken belül ne bukjon meg a szlovák kormány, amely csak 4 pártból áll, nem 6 pártból. 6 párt esetén egy ilyen együttműködés... hozzá, hogy itt a járványkezelés, illetve az orosz vakcina beszerzés az, ami ezt a Ez teljesen mindegy, hát egy kormányzás, egy 6 párti kormányzás során az elkövetkező 4 évben vagy 5 évben hát sokkal komolyabb problémák is lehetnek. Illetve hát látjuk, tavaly nem... elnöküknek a megszólalása. Jó, hát ez teljesen mindegy, hogy milyen szempontok, milyen tényezők. Belgiumban felbomlott a 6 párti kormány, Olaszországban is a 5 párti kormány felbomlott. Tehát nagyon sok nemzetközi példát látunk arra, hogy az ilyen koalíciós kormányok illegnek, billegnek, kormányzásképtelenek sok esetben, és hát ellenzékben is azért számos kérdésben egymásnak esnek ezek a politikusok. Nem beszélve arról, hogy például a kiszivárgó információk szerint már a Momentumra egyre inkább megorrolnak a többi párban, amiatt, mert például programot hirdet, miközben elvileg közös program hirdetésre készülnek ezek a baloldali pártok. Ezért még az elkövetkezendő egy évben sok víz le fog folyni a Dunán, végre ez a rendkívüli jogrendnek, visszatérünk a
normál politikai működéshez, és ebben a környezetben az ilyen típusú ellentétek a baloldali pártok között könnyen okozhatnak törést abban a most mutatott egységes képben, amiről Ildikó is beszélt. De ha onnan indultunk el, hogy milyen az Orbán Viktor vezette kormánynak a válságmenedzselése, a koronavírus járvány elleni védekezés során a problémák kezelése, akkor ugye azt halljuk az ellenzék részéről nap mint nap, hogy szerintük, ha a kormány egy bizonyos kérdést nem tud kezelni, mondjuk mint a hétvégén volt ez az AstraZeneca informatikai szinkronizációs malőr, na tessék, akkor nem is tudnak kormányozni. Tehát itt a kormány válságkezelési bizonyítványa az ellenzéki kommunikáció szerint az körülbelül a kormányzó képességnek felel meg, azt pedig még tegyük hozzá, és általában mindig ezzel szoktuk befejezni a beszélgetést, ha arról beszélünk, hogy milyenek az ellenzék győzelmi esélyei, illetve a következő választásnak mi lehet az eredménye, hogy ugye rengeteg minden függ attól, vagy nagyon sok minden függ attól, és az esélyek is, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Akkor ez legyen a következő beszélgetésünknek majd a témája, ha majd egyszer meg lesz, de természetesen addig is fogunk bizonyára beszélgetni itt a Hit Rádióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok Csuha Ildikóval, az ATV főmunkatársával, és Deák Dániellel, a 21. század intézet vezető elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is!